A Városházán Szepesi Tibor polgármester fogadta a vendégeket. Jelen volt többek között professzor dr. Nagy Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, professzor dr. Vargyas Gábor, professzor emeritus, doktori programvezető és Bot Miklós a Hagyományok Háza főigazgatója. A neves kutatóknak a városvezető szólt a Nagykunság fővárosáról, majd dr. Barta Júlia etnográfus mutatta be a történelmi értékekben, hagyományokban bűvelkedő kunok történetét. Kárpát-medencei kunhalmok többsége, a térképen a piros pöttyök jelzik, itt van a Tiszántúlon, és nevezetesen Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de különösen a Nagykunság területén van a legtöbb közülük. A kahalmok egy része kurgán, temetkezési hely. A jamnaja kultúra, a gödörsíros temetkezés népe hozta létre, olyan 4000 éves halmok ezek többségükben. Más részük telhalom, ami ugye az elpusztult települések nyomain keletkezett. Van persze határhányás, és van persze a Tisza, az őstisza hordalék kupja is, de a nevezetesek és az igazán védettek a kunhalmok. A megye területén, a vármegye területén, illetve ennek a tiszántúli területén 703 halmot regisztráltak a katonai térképek a kezdetektől, és sajnos azonban az intenzív mezőgazdasági művelés miatt a halmok 64%-a elpusztult, és 62%-a elpusztult, de így is van 271 halom. Most ezek a halmok, kunhalmok a karcagi határban olyan 5-10 méter magasságú halmok, mondom, többségükben sajnos elpusztultak, a jelenlegieket védi ugyan az Alföld törvény, de igazán minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle, szóval a privatizáció, meg az intenzív mezőgazdasági művelés, de kiváltképp a lineár típusú öntöző berendezés nagyon sokat ártott ezeknek, az 5 méter szintkülönbségnél többet nem bír el, és sajnos áldozatul esnek ezek a halmok. A vendégeket Nagy Emese, a Bengecseg Alapítvány vezetője, aki maga is hallgatója a tanszéknek, meghívta diáktársait és tanárait. Így felnőtt fejjel úgy gondoltam, hogy egy második diplomára is szükségem van, és én diákja vagyok ennek a tanszéknek. Most végzős hallgatója vagyok a mesterképzésnek. És természetesen karcegi témából írtam a szakdolgozatom, és a rizstermesztés karcegi történetét dolgoztam fel, és továbbiakban is szeretném majd agrártörténeti tanulmányokkal gyarapítani a tudomány ágat. A delegáció tagjainak a református nagytemplomban Kis Zsigmond játszott orgonán, majd Elek György helytörténész mesélt a templomról. A Györfi István Nagykun Múzeumot dr. Nagy Molnár Miklós igazgató mutatta be az érdeklődőknek, majd a gazdaházban a házigazdák Nagy Emese és Gánóci Ferenc mutatták be a ház és a parasztpolgári réteg történetét, majd birkavacsorával vendégelték meg őket. A gazdaház lesz a bázis, itt tartunk rövid tudományos előadásokat, itt lesz egy birkavacsora, természetesen karcagiként mi mással fogadhatnánk őket, itt lesz egy rövid helytörténeti kocsmakvíz, amikor már eleget tudnak Karcag városáról, és szombat délelőtt részükre is készültünk egy kis gyakorlati foglalkozással, csigacsinálás és mézes magyaró készítés fogja zárni a programot szintén a gazdaházban. Itt létük alatt a vendégek a kisújszállási rizsföldeket és feldolgozó üzemet is megnézték, és karcagi gazdákkal is találkoztak. Vannak közvetlen csoportársaim is, de ilyen távolról nem volt még diákjuk, rosszul mondom, az Alföldről ilyen távolról nem volt még diákjuk, és úgy gondolom, hogy a személyem meg az általam vitt információk azok felkeltették az érdeklődést az Alföld, a Nagykunság és Karcag iránt, úgyhogy az évek óta tervezzük ennek a kiállításnak, vagy kirándulásnak a megvalósítását, és nagyon örülök neki, hogy most megvalósult. A kirándulás témája egyébként Karcag gazdálkodása, tehát ennek a történetét, kulturális társadalmi változásait fogjuk nyomon követni az elkövetkezendő 3 napban.